Sziasztok, én Hexarius vagyok, és hát ez itt nem egy Stalker videó, de az is hamarosan lesz. Ez egy Project Haven játéknak a demója, ami olyasmi, mint egy XCOM, vagyis hát arra épül, szóval ilyen turn-based cucc, annyi, hogy ilyen disztópikus világba játszódik, mondjuk azt, hogy inkább ilyen cyberpunk jellegű cucc. És hát nézzünk is egy normál módon, ugye ez egy alfa demo. Szerencsére a készítők megajándékoztak egy demóval, még mielőtt bárkinek elérhető lenne, mert úgy tudom, hogy 19-én lesz a Steamen letölthető a demo verziója is. És természetesen ez egy nagyon alfa verzió. Alrighty, boys and girls. This is our first proper gig since the breakup. Rex doesn't think we'll make it on our own. Then we'll go crawling back to the Iron Dogs with our tails between our legs. Fuck that. We're steel dragons now. We don't crawl for anyone. Especially not Rex fucking Lee. Okay, so our client Gecko is an enforcer fixer that Mongrel knows. He wants us to stop the Brotherhood offing his witness. We've got a rep to build here, so please don't fuck this up. Shit. Looks like Gecko was right to be worried. We've got company. Some of you better stay back to protect the witness. Okay, double click to move, select character. Sneak walk, sprint, három fajta cucc van. És le tud állni, tud gúolni, és tud feküdni a karakterünk. Nagyon jó. Itt mondja ugye, hogy nem lát bizonyos helyekre az emberünk. Tud külön nézni. Az ilyen sarkoknál ugye be tud bújni fedezékbe. És külön van olyan lehetőség, hogy ki néz a fedezék mögül. Nézzük. Ugye tudni kell, hogy... Aha. Ugye a grafika az egyébként egy Unreal Engine cucc van. Egy pillanatot kérek. Jó lesz ez így. Na nézzük. Nézzük, hogy van egy ilyen alap inventory. Nézzük, ott vannak az enemik. Bebújunk ide. Girl on a mission. Oké. Staying low. Akkor nézzük, hogy aha, ő arra néz, szóval itt a látómező is ki van hangsúlyozva eléggé. Aha, itt vannak a cuccok. Azt viszont nem tudom, hogy melyik kell. Vagy már nincsen. Aha. Ja, már nincs AP-ja. Jó. Itt a másik emberünk. Mivel oda sétafikálunk. Shielding my ugly mug. Aha. Jobb klikkel, ha ráklikkelsz az emberedre, akkor mondjuk legugol, és egy... Aha, és így néz ki oldalra. Ó, és így van a célzás. Így van az, hogy megtámadja, kitámadjon meg. Not enough AP, a kurva anyja. Ez kurva jó. Nincs elég action pointunk, úgyhogy visszamegyünk fedezékbe, jó, ott marad. Aha, ők nincsenek. Oké. És hogyan tudunk egy kört befejezni? End turn. Enemies turn, ugye most jön az ellenség. I hear you, motherfucker. Eltalálta a csajt. Jó. Aha, itt bemutatja a gyógyítás cuccot.
csinálunk egy olyat, hogy legugolunk a csajjal is. Elnézünk abba az irányba. Ki lénelünk. Aha, őt most nem látni. Sok. Ó, és hogy így lő. Még az van, aha, ott van 4 AP. Aha, és ott, mindjárt megmutatom, itt látszik, hogy mennyi AP-ja van. És összesen 20 lehet, és most 7 AP cucca van. És gondolom úgy is lehet, hogy egy pillanatot kérek. Aha, ki kell nézni a fedezék mögül, mert különben nem látjuk az enemit. Oké, visszamegyünk. Szóval úgy van, hogy ha benyomom, akkor nem úgy van, hogy rákattintok és ő lelövi, hanem úgy, hogy balegeret nyomok és oda lő alapból. Szóval egy ilyen... a lövés az úgymond nem turn-based. Nem... a kurva anyját. I hear you, motherfucker. Aha, ő suppressed lett. Vagyis tűz alatt van. Ej, a csaj. A csaj az bajba van. De viszont a csaj jön. És akkor mindjárt megnézzük, hogy most őt megpróbáljuk fejbe csűrni. És akkor most balegeret nyomog, és ő azonnal lő elvileg. Aha, mellé. Aha, és nincs elég AP. Visszavonulunk. First aid kit, tehát benyomjuk magunknak, azaz. Aha, és oda nem is tudok úgy kilőni. Egy fejes vajon be tud vinni? Hogy ne tudna? Aha, nincs elég AP. És akkor vissza. Ez a rendszer az nagyon tetszik. Oké. Akkor ismét eljátsszuk. Ugye most ez lényegében, aki nem játszott ilyennel, az tényleg nézze meg az XCOM-ot. Vagy XCOM. Hogy turn-based, ugye, hogy körökre osztott a cucc. Most megint kinézek. És ugye minden egyes mozgás, minden egyes cselekedet action pointba kerül. Oda nézzetek. Ja, hogy kilőttem a fegyvert a kezéből. Bam! Jó, visszamegyünk. Jó, váltunk a csajra. És akkor, aha. És baloldatlen. Itt, majd nézzétek. Ahogy most ugye ott van, hogy a fegyver ikonnál bal felül, hogy 4 AP, ugye 4 action pontba kerül, ha így lövök. Ha ráközelítek, akkor viszont 8 AP-ba kerül. És ugye nekem most van 15 AP-m. Szóval így ki kell kalkulálni. Ez mellé ment, úgyhogy most vissza. Ha most más nem tudok egyelőre. Most várok itt. Oké. Okay. És megpróbáljuk azt, hogy... Hát ő rip. Oda átfutunk, vagyis hát... Oké. Jó, és a következő körbe. Your turn. És jövően, hogy csinálunk egy olyat. Nem tudunk felállni egy menet közben. Csinálunk egy olyat szépen, hogy felállunk. Hopp. És bedúrantjuk a fejét. Oké. Okay. És vele is csinálunk egy olyat, hogy felállunk. Hopp, ez mellé ment. Azaz, meg is van. És most jönnek hátulról. Hátulról jönnek az enemik. Úgyhogy
És majd át lehet kutatni, gondolom. Aha, és akkor csinálunk egy olyat, hogy ide bejövünk szépen. On the go. Nyugi, nyugi. Aha, 19 AP van. Tökéletes. Aha, az meg 16 AP. Vele befutunk oda. Hopp. Easy, easy. És most fedezékbe vagyunk, legalább ebbe a körbe. Nagyon jó. Aha, ott van a... Akkor úgy kell, hogy annyit... Most 17 pont van, és egy ilyen fajta lövés az 4 pontba kerül. Mellé. Eltaláltam. Jó, ez is mellé. Visszagugolunk. Ugye az a lényeg, hogy később gondolom, ahogy a képessége nő, meg amilyen fegyvert szerez, meg amennyire update-elt a fegyver, vagyis upgrade-elt, annál jobban fog vele lőni. Annál kisebb lesz az a... Opp, interrupted. Aha, ez most nem jó, most vele vissza kell bújnom. És a következő körbe. És csinálunk egy olyat, hogy erre fogunk majd nézni. These guys are as subtle as you, Fang. I know, right? Thanks, Indigo. Pawns are so... Oké. Itt ugye mondja, hogy így jelzi, hogyha hall valamit az emberünk. És mutatja, hogy át tud menni az ablakon, és így ki tud ugorni. Megkaptuk a többi emberkét. Szóval nézzük meg. Ah, interrupted. Aztán eljegye meg. Amit azt csináljuk, hogy legugolunk, és ide jövünk. És... ugye itt van kín az enemy. Oké, okay, látjuk is. Nem tudjuk ellőni véletlenül? Nem. Oké, okay, oké. Okay. Viszont... ő... change camera. Aha. Szuprezd lett. Oké. Okay. Mondom, nekem úgy nagyon tetszik a game. End turn. Most jön az enemy. Egyébként lehet, hogy vannak a felvétellel hibák. Ej, benézett az ablakon. Oké. Okay. Akkor csinálunk egy olyat, hogy ezekkel actionözünk egy olyat, hogy felállunk. Interrupted. Ugye ilyenkor az azt jelenti, hogy az ő gyorsasága, meg az én gyorsaságom összevetődik. És hát ugye lassabb a karakterem. Nem tud oda nézni. Az meg ott van a picsával. Nem baj, annak adok egy... Ja, nincs annyim. Akkor csak így tudok lőni. Ó, és kilőttem a kezéből a... fegyvert ismét. Nice. És ő vele nem tudok még lőni, úgyhogy visszagugolok. Viszont a csajjal. Várjunk csak. Staying low. Kurbányát neki. Aha. Topping up. Jó. Mivel ők ennyit tudtam a kintiekkel. Hát itt úgy kéne, hogy azt a rohadékot... Az a baj, ugye ő ott van.
És ő a csaja, nem látok rá. Viszont a csávó az ki tud lean-elni. És csinálunk egy olyat, hogy jót marad, szépen nézi azt az ablakot. Csajja, meg eljövünk erre. És ha be akar nézni a csávó, akkor a csaj az így fog nézni rá, meg a csávó is. És akkor elvileg, ugye most ők figyelik azokat a részeket, így most ha benéz az ablakon a csávó, akkor elvileg interruptolnunk kell, vagyis meg kell szakítani. Jó, nem nézed be. Na, nézzük a kintieket. Oldalra. Aha, interruptor, a kurva anyját neki. Mind a kettő ráadásul. Jó, a szemétládák. Az jó volt. Ez is jó volt. Nem, visszalénelünk, oké. Okay. És egy csávóval kéne. Az a baj, hogy hülye helyen vagyok, az az igazság. Shielding my ugly mug. Low ammo. Jó, még egy lőszer van. Kipíkelek. Oké, okay, és vissza. Jó, most nem tudok, majd a következő körbe tudok csak... és itt a rendes inventory. Constitution, Strength, Agility... Mar, az nem tudom mit jelent. Tech, Winch, Wisdom. Na jó, nem szarakodunk. Kifutunk a csávóra. Interrupted a kurva anyját. És éppen, hogy nem tudok oda lőni. Dehogy nem. Aha, az a fegyver is rip. One dry. Broken my shooter. Oké. És akkor a csajjal megpróbálom ugyanezt eljátszani. Várjunk csak. Oké. És a csávó elállja az ablakot? Úgy néz ki. Jó. Enter. Pawns are so predictable. Gyerünk, enemy. És az ellenség. Aha, betárasztal a fegyverét. Anyát, picsáj. Na. És akkor azt csináljuk, hogy futás. Elfutunk ide. Elnézünk arra. Aha, és nem tudunk lőni vele. Úgyhogy szépen lefekszünk. És a csaj, aki itt benn van, viszont kirohanunk szépen. Kurva anyját neki. Nem tudtam ellőni. Jó, hát ő majd a következő körben. Ó, hogy neki van egy gránátja. Picsáját már. I hear you, motherfucker. Na jó, most már kivégzem ezt. Ennyi. Jó, a kezével lett valami. Oké. Okay. És ő meg azt csinálja, hogy ide jön fedezékbe. Making a move. Okay. Shielding my ugly mug. És nem tud... jó. Hát, ez lehet, hogy Ripperoni lesz. Jó, hát az jó béna volt. Cserét áradt a köcsög. Ej, kilőtte a csajnak a kezéből a fegyvert. Na-na.
Húha. Somebody. Help Indigo! Üdök neki egy flashbanget, vagy nem tudom mi az. Who's in the mood for a blind date? Oké. És tudok vele valamit csinálni? Vagy most vele mi van? Down. Na mindegy, de azt csináljuk, hogy ez így állni fog. Csajjal ugye nem tudok csinálni semmit. A csajjal ide jövünk. Staying low. Ennyi. Csávóval. Tárat cserélünk szépen. Felállunk. És iszonyatos sprintelésbe kezdünk. Errefele. Oké. Jó. És akkor most már elvileg csak ez a fönti van. Azt nem tudom egyébként ugye, hogy pontosan milyen stílusra fog épülni, szóval, hogy pályákról pályákra kell menni. Vagy lesznek ilyen bázisok, és onnan mehetünk küldetésre, meg stb. Annak jobban örülnék, az jobban tetszene nekem. Hogy lenne egy bázis, ott felszereljük az embereinket, és úgy megyünk küldetésre. Na, gyere te kisugláda. Ah, ez jó bírja. My sacks run dry. Oké. Okay. Jó, és akkor, hogyha szerencsém van, ő neki van egy gránátja. És akkor a gránátdobás az mennyibe? 5-5-be. Van a gránátdobás. Az a baj, nem látom rendesen. Hát mindegy, figyelj. Frag away! Hopp! Sass is like a rat in a blender. Short-lived. Hát azt megöltük. Mission complete. Na vajon még van valami a demóba? Ah, még van. I've let Gecko know that the job's done, and he's as happy as a roach in Ricky's ramen special. And there I was thinking of heading down to Ricky's for a story. Suits. Then you should probably thank Bubbles for saving your life. Ja, itt lehet, hogy akadozni fog, ahogy látom. Azért sorry, hát ugye alfa demo ráadásul. Meg hát Unreal Engine, úgyhogy... Yep. Proper cold arsed killer, that one. Good as new. Thanks, Patches. Anytime. Oh, neat. Gecko's just dropped our payment into the operations wallet. De jó, amúgy egész ügyesen meg van csinálva egyébként az egész. Főleg akinek tetszik. Akinek tetszik az ilyen fajta ilyen taktika, hát ezek ugye ilyen turn-based taktikál RPG-k. Nekem ugye tetszenek, nekem bejönnek. Még régen volt a Paradise Cracked. Vagy nem tudom mi volt, valami ilyesmi volt a címe, Paradise Cracked, ja. Jó, nem volt egy kiemelkedő játék, de az például tetszett. Aha, és itt a bázisunk. Tetszik a játék. Lesz majd market, ugye van fő pénzünk. Itt vannak a missionök, itt vannak a logok, ugye a leírások. Adott bázis lesz, és van piac, ahol ugye tudunk majd vásárolni dolgokat. Nagyon jó. Ugye egyelőre a mission van. Safer Streets.
Aye-ho. I assume this means you're at my disposal. I've heard promising things about the Steel Dragons. I very much look forward to seeing if these promises can be kept. And you could start by solving a small problem. Jó, úgyhogy én kíváncsian várom ezt a játékot. Mert mondom nekem, ugye az ilyen taktikál RPG-k azok bejönnek. Még gondoltam is rá, hogy amúgy csinálok ezekből a fajta játékokból majd videót. Csak ugye nagyon elnyújtottak, és nem biztos, hogy annyira élvezetes nézni, meg hát ugye a legtöbbnek már nagyon elavult grafikája van, amiket én szoktam például játszani. De attól függetlenül szerintem lehet, hogy bemutatom, mert egy az, hogy azokból se találtam magyar videót, amikből szeretnék készíteni. Oké, el tudunk menni a marketbe. Igen, na ez a játék már tetszik, hogy a marketbe egy közös pénzcuccból, amiket missionökből fogunk szerezni, abból tudjuk majd felépíteni a cuccainkat. És ugye nem az van, hogy megveszed a fegyvert, azt jó van, hanem tudsz majd holographic sightot, foregripet venni rá, különböző lőszerek vannak, szóval lőszert kell. Ez jó. És valószínű ugye, hogy jól is fognak haladni vele, mert Unreal Engine, és abba azért elég jól lehet belerakni az ilyen fegyvercuccokat, meg az ilyen dolgokat, legalábbis hát úgy tudom. Oké. Mission. Eliminate Brotherhood Extortings. Jó. Aha. És akkor itt vannak, hogy miket lehet vinni magával. Ez jó, ez mondom, ez tetszik. Aha, és akkor itt lehetne venni primary cuccokat. Várjunk, vegyünk akkor egy-két dolgot. Ja, legyen egy olyan, akinek van egy ilyen MP. MPS. Vigyedem, hogy MP5. Várjunk csak. Egy ilyen K12, ugye ez egy AK-szerű cucc. És akkor ő ugye 556-ossal működik. Aha, vannak különböző 556-os, hát egyértelmű, hogy armor piercing. Oké. És akkor legyen egy másik embernek meg. Ez mondjuk, ez tetszik. Ő 45-össel működik. Ja, nem tudom megvenni, jó. Akkor egyelőre ennyi. Nem market, mission. Oké, és akkor ki legyen a... Neki van, mondjuk lőszere nem sok van. Ah, és így berakjuk, modify weapon. Oké. First aid. Jó, ebbe csak belekukkantunk. Ebbe a missionbe. Mert mondom, nekem amúgy tetszenek az ilyenek. De mondjuk attól függetlenül nem vagyok jó benne. Hogy ezekbe a taktikál RPG-be. But sweep the area too, in case of stragglers. Oh, doodle sweet and silent. Ugye a lényegében ezek olyan játékok, hogy kimész küldetésekre, ott szedsz cuccokat, amiket olyan cuccokat szedsz, azokat eladsz, és abból fejleszted az embereidet. És egyébként ez a környezet is tetszik. Ilyen enyhén cyberpunk feeling. Van-e térkép? Nincs térkép. Tudom egyszerre? Hogy ne tudnám. A free mód, aha! You're so close. It'd be a shame to waste a bullet. Take them down the old-fashioned way.
Aha. Ott tudunk sneakelni. És van Meliate. Aha, és hogy... Oké. Nem volt annyi pontom. Meliatek. Hoppá! If you want someone to shut up, punch them in the throat. És hogy tudom azt kilótolni? Ez az én táskám. Jó, igazából amúgy ennyi lett volna. Csak gondoltam, hogy gyorsan, hogyha már tényleg ilyen jó fejek voltak a fejlesztők és megdobtak ezzel az alfa demo kulccsal, hogy akkor csinálok belőle egy videót. És tényleg a grafikával igazából az a tényleg nincs gond, mert hát Unreal Engine szóval, és látszik is, hogy tényleg szép. És mondom, ez az egész rendszer amúgy jól meg van csinálva, és a hangulatot is adja ezt a lecsúszott cyberpunkos, disztópikus világot. Ezek tetszenek. Úgyhogy... Úgyhogy ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, és hamarosan találkozunk egy videóban vagy streamben. Addig is mindenkinek minden jót, sziasztok!